Múltkor hívom a vízműveket, mert megromlott a vízóránk. 8 évente minden vízóra megromlik, nem tudom. Tudja valaki, hogy mi a tököm lesz a vízórával 8 évente? Valamiért ki kell cserélni. Kinek volt már vízóra csere? Neked? Még? Nektek? Nem? Neked? Nektek? Nektek? Nem volt víz... Úgy mondom, 8 éve még nem is élek. Hát, 5 éve van házad, majd jön, majd meglátod. Mert akkor volt frissen, amikor... Tiszta új ház? Ja, tiszta új. Ja. Neked már volt, és akkor most elmondom, itt még jelentkezett egy hölgy, tehát a tiédet ő kapja meg, az övét meg te, csak ott letisztítják. És felhívom őket, a vízműveket, mondom, bediktáltam egy számot a vízóráról. Azt mondja a nő, de ilyen flagmán, azt mondja, amúgy ez Becs vagy Leol. Nem ott dolgozom, fogalmam sincs, hogy ez mit jelent. Azt mondja, jaj, ennyit se tud, Becs, becsült, Leol, leolvasott. Jaj, mondom, akkor tuat. Azt mondja, az mit jelent? Mondom, tudja, tököm. Én is tudok ilyen rövidítésekbe beszélni. Képzeld el, addig kapcsolgattak össze-vissza, hogy összekapcsoltak egy másik ügyféllel. De nem tudtuk. És mondja nekem az ügyfél, diktálom. Mondom, micsoda? Én diktálok. Azt mondja, nem, én diktálok. Mondom, mondom, akkor már felhasználom a tudást. Mondom, akkor diktáljad, de amúgy Becs vagy Leó, hülye gyerek. Akkor erre válaszolj. Na. Folytassuk. Ki az, aki szokott használni Messengert? Én már tudsz felemelni, mert azt mondja, hogy hülye vagyok. Hát. Ez a, nem tudom, hogy ki járt már úgy, hogy ezek átjavítják mindig, amit írsz. Tehát bár... Mondjuk eleve volt most egy furcsa, keresztanyám írt rám karácsonykor, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket, SDZCPOKFCM. Hívom keresztapot, mondom, nézd már a keresztanyám, mert szerintem agyvérzést kapott. Azt mondja, dehogy kapott, csak melltartó nélkül csettel. Jelentsen ez bármit is. Ebben az évben nem is volt kint egyetlen egy karácsonyi fotónk sem, mert nem emiatt, hanem én nem is tudok kitenni, mert nekem nálunk úgy van mindig a... Tudod, a szar az, amikor karácsonykor szúrja a tűlevél a végét, tehát a... Nem teszünk egy karácsonyi fotót, mert apám karácsonykor mindig pucéron van. Komolyan, mert hát csalatásos játékban is, mi csak így vagyunk vele hajlandó játszani. És akkor múltkor írom Messengerbe, Jakub Cseh Gabriellát meg akartam hívni egy ilyen színpadi beszélgetésre, és akkor írom neki, hogy jöjjön el, stb. És már láttam, hogy benne van. És akkor írom neki, hogy benne lennél. Hát ez a szar, tudod, mire javítja, hogy bekennélek, és... De nem, én nem vettem észre. Ő meg, hát ő jó fej, hát nem mondja. Azt mondja, hogy írja, hogy hogy gondoltad. Hát én megírom vissza, hogy hát hogy eljössz, össze elkezdem egyedül. Aztán egy 5 perc után beszállsz, amikor már úgy minden rendben, és ketten befejezzük. És... Írja, hogy ez jó lesz neki. Hát írom vissza, hát volt az Árpa Attila, ő élvezte, hát most szerintem nyugodtan próbál ki. De most már olyan jó, hogy itt tartunk, hogy csak így rátok nézek. És... De ne nyugodtan nevesetek, én nem akartalak az előbb se leállítani benneteket. Amikor beszéltünk az előbb már a Messengerről, ugye, ott még az is szokott lenni a probléma, hogy mondjuk egyszerre két ablakot megnyitsz, és rosszul válaszolsz. Ki? Jártál így? Durva volt, vagy így orvosolható? Na most várj, akkor elmondom. Rám a producere írt rám, hogy ne menjek többet kiskockásba a tévébe, mert zavarja a kamerát. Másikon meg öcsém írt rá, hogy többet ne beszéljek róla a tévében, mert nem szeretné. És fordítva válaszoltam, öcsém megkapta, hogy oké, rendben. Ugye meglepődött, mert még ilyet sosem mondtam. De a producer, aki megkapta, hogy pofádlapos buzi gyerek. Egy...
5 percig forgott a homokóra. Mondom, most biztos fogalmazza a kirúgásomat. És végül annyi jött, hogy 5 perc után, hogy akkor gyere abba. És én azóta abba járok, megvan a tisztelet, maradjon is meg.